5 év után új plébános szolgálja a bátaszéki, bátai, alsónánai, pörbölyi és várdombi híveket. Nyúl Viktor Pécsről érkezett a Tolna megyei kisvárosba. Pécset születtem 1981-ben, szüleim pedagógusok, 5 vagyunk testvérek. Nagynyárádon, illetve Sátorhelyen nőttem fel, szüleim jelenleg Sátorhelyen laknak, nyugdíjasok már. Tanulmányaimat Nagynyárádon és Sátorhelyen végeztem az általános iskolában, Pannonhalmára Bencés gimnáziumba jártam középiskolában, egyetemen pedig Budapesten, Rómában és Jeruzsálemben tanultam. 2008 óta, mióta visszajöttem Magyarországra, tanítok a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, teológián, és a Szentírást tanítom, az új szövetségi Szentírást. Rómában ezt tanultam, ebből doktoráltam Budapesten, és ez a szolgálat nagy öröm számomra, nagyon szeretek tanítani, és ez a tanítói szolgálat továbbra is megmarad, tehát innen Bátaszékről is heti rendszerességgel járok vissza Pécsre tanítani a Hittudományi Főiskolán. És hogy mikor jött rá, hogy ez lesz az ő hivatása? Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Nem tudom egyetlen egy eseményhez, egyetlen egy dologhoz kötni. Fokozatosan ismertem föl különböző jelek, események, alkalmak, találkozások által, hogy Isten arra hív, hogy papja legyek. Középiskolás koromban 17 éves lehettem, amikor úgy felismertem, hogy Isten arra hív, hogy pap legyek, akkor mondtam ki az igent Jézus követésére papként. És ez az igen formálódott a szemináriumban, Budapesten a központi szemináriumban, Rómában a pápai szemináriumban, és egyre inkább megbizonyosodtam arról, hogy Isten valóban arra hív, hogy pap legyek. És 2006. augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén szentelt pappá Pécsett a Székesegyházban Májer Mihály püspök atya. Azóta is boldog pap vagyok, és ez a boldogság, ez a derű, ez a béke, annak a jele, hogy Isten valóban arra hívott, hogy papként éljek, papként szolgáljam őt. Miután felszenteltek pappá 2006. augusztusában, 2 még Rómában tanultam, befejeztem a kinti tanulmányaimat, akkor már nem szemináristaként a római szemináriumban, hanem az Irish College-ban, vagyis az ír kollégiumban, szintén Rómában. És miután befejeztem a tanulmányaimat, a Biblikus Intézetben tanultam, hazaérkeztem Magyarországra, és 2008-tól 2014-ig Pécset a Székesegyházban szolgáltam káplánként. 2014-től 2018-ig magyar széken és környező településeken voltam plébános. 2018-tól 2022-ig, tehát szinte mostanáig pedig pasztorális helynökként szolgáltam Pécs belvárosában, Ágoston tér, belvárosi templom, a Székesegyházi plébánia területén. Szeptember 21-e óta pedig a bátaszéki plébánián teljesít szolgálatot. Egy pap életében nagyon fontos az, hogy mindig nyitott legyen arra, hogyha az előjárója, a püspöke kéri egy feladatra, egy szolgálatra, akkor azt engedelmességgel és nyitott szívvel fogadja, hiszen mi hisszük azt, hogy az előjárón keresztül, püspök atyán keresztül Isten az, aki szól hozzánk. Én ezt így, ezzel a bizonyossággal fogadtam, amikor püspök atya, Felföldi László püspök atya megkért arra, hogy Bátaszékre jöjjek plébánosnak. Békével a szívemben, nyitottsággal, persze egy kis félelemmel is az új, a bizonytalan, az ismeretlen kapcsán, de sokkal nagyobb volt a béke, sokkal nagyobb a béke, a derű, a várakozás a szívemben. Tehát jó szívvel, örömmel, békével jöttem is, várakozással. Mindig egy új hely, egy lehetőség a megtérésre, hogy én is még inkább, még jobban tudjam követni az Urat, még inkább átformálódjam, növekedjem szeretetben, emberségben. És ahogy a bátaszéki hívek is szomorúan és nehéz szívvel engedték el Kürtösi Krisztiánt, úgy éreztek a pécsi templomba járók is Nyúl Viktorral kapcsolatban. Sokan meglepődtek, és sokan hát fájlalják, hogy most el kellett jönnöm Pécsről. Sok-sok szállal kötődöm Pécshez, nagyon sokféle szolgálatban voltam ott jelen. Idősek, betegek, kórházlelkészként is szolgáltam.
fiatalok felé, hiszen tanítok a főiskolán, és sok-sok ismerő, sok-sok barát, sok-sok kapcsolat, de egy pap életében tudni kell mindig tovább menni, tudni kell szabadnak maradni. Én ezeket a kapcsolatokat, embereket őrzöm a szívemben, és imában együtt vagyunk, és hiszem, hogy ez az ima kötelék, hogy a szívünkben hordozzuk egymást, ez továbbra is fontos kapocs, de továbbra is imádkozom értük, bizonyos alkalmak során, ha van mód, akkor találkozom velük, de most már itt kell gyökeret eresztenem, és az itteni közösség az, akiket elsősorban szolgálnom kell, természetesen nem megfeledkezve azokról az emberekről, akiket eddigi szolgálataim során ismertem meg. Bátaszék és környéke nem ismeretlen neki, több emléke is van a térségről. Bátaszéken sokszor átutaztam, mikor Pannonhalmára menet visszautaztunk gimnáziumba, testvéremmel együtt utaztunk föl Budapestre, és sokszor a templom mellett elmentünk, de nem nagyon tudtunk bejönni a templomba, nem volt arra mód alkalom. Az első emlékem, amikor a 2000-es évek elején egy kispaptábor volt itt, és akkor itt laktam egy pár napot, akkor még Kolpingháznak hívták a Ferencházban, ott az az élményem, emlékem, hogy amikor fölébredtem, akkor kakasszóra ébredtem, és olyan jó érzés volt itt lenni. Illetve Bátán 2007 és 2008-ban szolgáltam, helyettesítettem egy karácsonykor és egy húsvétkor, és az úgy milyen a szívemben van az a szép emlék, ott a bátaiak nagyon nagy szeretettel fogadtak, és a karácsony és húsvét ünnepkörben találkozhattam velük. Tehát bizonyos értelemben van már kapcsolódási pont Bátaszék és Bátahoz kötődően, de itt Bátaszéken nem nagyon szolgáltam. Illetve amikor Bátán voltam, akkor egy-egy alkalomra, szertartásra átjöttem. Az még egy kapcsolatkötődés, hogy Sümegi József diákonus úrral régóta együtt dolgozunk már, tehát a különböző programok, zarándoklatok előkészítésében, ez is egy kapcsolódási pont így Bátaszékhez. Van azonban lelki kötődése is az új szolgálati helyéhez. Ez a templom Nagy Boldogasszony tiszteletére épült, tehát augusztus 15-e ennek a templomnak a pucsú ünnepe, és engem augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén szenteltek pappá, ahogy említettem. A másik érdekes kapcsolódási pont, egy lelki kapcsolódási pont, hogy az a plébános atya, aki engem keresztelt, Harsányi Ferenc plébános atya, ő cikádori apát volt. És így bár cikádor, az itteni ősi apátság, és amikor ide kerültem, akkor mindjárt ez jutott eszembe, hogy az az atya, aki engem megkeresztelt, kötődötte ez a templomhoz, ez a közösséghez, olyan módon, hogy cikádori apát címet kapta meg, és hiszem azt, hogy Ferenc atya fönn a mennyből most is imádkozik értem ezen új küldetés kapcsán is. El is mentem a sírjához, Babarcon van eltemetve, kérve az ő támogatását. Krisztián atya nagyon sokat segít engem, az előző plébános atya, Kürtösi Krisztián atya, és mielőtt ide költöztem, többször eljöttem, több mindent megbeszéltünk, több mindent megmutatott itt a környéken, és végigjártuk a falvakat is. Jó volt azt megtapasztalni, hogy ilyen szeretettel fogadnak Krisztián atya részéről is, és azon munkatársak részéről is, akiket eddig megismertem. Nemrég volt egy koncert itt a templomban, amelyen szintén részt vettem. Ott is volt alkalmam a jelenlévőkkel kicsit találkozni. Szép benyomás volt ez. És lassan egy hete vagyok itt, igen. Béke és öröm van bennem. Várakozás, akikkel találkoztam, segítőkészek. Természetesen kell idő, hogy megismerkedjem az emberekkel, megtanuljam a neveket, felismerjem, hogy mik a vágyak, mik az igények, mik a problémák. Kell most egy tanulóidő, hogy most próbálok találkozni az emberekkel, meghallgatni, szemlélni dolgokat, és így tudom kezdeni a szolgálatomat. Thank you.
volt alkalmam arra is már, hogy hivatalosan is bátaszéki lakos legyek, tehát lakcímkártyát is megcsináltattam, úgyhogy hivatalosan is bátaszéki lakos lehettem, találkoztam polgármester úrral is, és törekszem tényleg mindenkivel találkozni, aki erre nyitott, hiszen én mindenki plébánosra kívánok lenni, mindenkit törekszem szolgálni, és azért vagyok itt, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessem, Isten irgalmát, szeretetét mindenki felé, hirdetve, hogy a prédikációban tegnap is említettem, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy Ferenc pápa tanítja, és fontos, hogy egy úton levő közösség vagyunk, akik követjük Jézus Krisztust testvérként fordulva mindenki felé, különösen a nehéz helyzetben lévők, különösen a szegények, az idősek, az elesettek, a betegek felé kell megmutatnunk az irgalmat, az irgalmas szeretetet. És erre törekszem majd bátorítani mindazokat, akikkel találkozom. Vágyom az, hogy itt is, ebben az új közösségben, ebben az új családomban, Bátaszék és a környező településekben is megszerettessem mi egyre jobban az emberekkel Isten szavát, a Szentírást, hiszen fontos, hogy olvassuk Isten igét, törekedjünk megcselekedni Isten szavát, hiszen Isten szava lámpás a mi utunkon. És mi az, amit szeretnék átadni a testvéreknek? Azt, hogy Isten irgalmas, azt, hogy Isten szeret. És ezt az irgalmas szeretetet, ha befogadjuk, akkor tudunk igazán derűs szívvel mi is tanúságot tenni arról, hogy Jézus Krisztus meghalt, de feltámadt. És ezt az örömhírt, a keresztény örömhírt, az élet evangéliumát szeretném hirdetni mindenütt, és szeretném mindenki felé elvinni. És ezúton is szeretném kifejezni, hogy akinek, amiben tudok segíteni, rendelkezésre állok lehetőségem szerint.